Ez egy néma segélykiáltás volt. Első ránézésre egy egyszerű kézmozdulat, amely egyúttal egy nemzetközileg elismert vészjelzés is, amelyet a kiszolgáltatott helyzetben lévők használhatnak, ha nincs lehetőségük másképp a külvilág tudomására hozni. Bajban vannak és segítségre szorulnak. Maga a kezdeményezés ez Kanadából származik, és igazából ez a Signal for Help egy olyan kezdeményezés lenne, hogy a bajba jutottak, akik valamilyen úton, módon másképp nem tudnak jelezni az állampolgárok, vagy akár rendőrség felé, hogy ők veszélyben vannak. Ez egy lehetőség számukra, mert akár bármilyen fenyegetettség, vagy pszichikai, fizikai kényszer alatt vannak, és ugye nincs meg módjuk és lehetőség arra, hogy akár telefonon segítséget kérjenek. A néma segélykiáltás emberéletet menthet, de csak abban az esetben, ha a környezet figyelmes és értelmezni tudja az adott mozdulatsort. Ennek az egységes segélykérő mozdulat magyarországi bevezetésének is, hogy az eredményességéhez elengedhetetlen az, hogy a társadalom tagjai minél szélesebb körben megismerjék. Ugye egyrészt az is fontos, hogy magát a kézmozdulatot mindenki helyesen sajátítsa el. Maga a kézmozdulat az úgy történik, hogy kifele tartott tenyér, ugye, behajlítjuk vízszintesen a hüvelykujjat, és erre zárjuk rá a négy ujjunkat. Ez maga a kézmozdulat, a néma segélykiáltás. Tehát azon kívül, hogy ennek a kézmozdulatnak a helyes használatát szeretnénk, hogy az állampolgárok el tudnák sajátítani, emellett nagyon fontos az, hogy megtanulják, mik azok az információk, hogyha ez a jelzés érkezik, akkor milyen információkat kell átadni a hívás hivadó részére, tehát az ingyenesen hívható 112-es segélyhívó számon is. A néma segélykiáltás kézjelzése segítőjobbot jelenthet a megfélemlítésben élők számára. A rendőrség a társadalom együttműködését kéri, hogy a bántalmazó kiszolgáltatott helyzetben lévő emberek ne maradjanak többé segítség nélkül magányosan. Ha látjuk a jelzés leadását, hívjuk a 112-es telefonszámot, és értesítsük a rendőrséget a látottakról.